Csak kacsincson egyet, hogy van erre esély, hogy élőbe egyszer a színpadon. Karomban egy párna, a testet helyett éjfélkor, így alszom el. Most jelenleg Kulka János dedikáló eseményén vagyunk. Már most úgy tűnik, hogy elég sokan érdeklődnek az új albuma iránt, amely a Pálma Szív címre hallgat. Nem tudom, hogy lehet-e kérdezni a Stroke-ról, hogy azután egyébként mennyiben változott meg az előadó művészi ilyen jellege? Azért szerintem ez nagyon inspiráló egyébként nagyon sok mindenkinek, nem? Igaz, megpróbáltam. Áprilisban sztrókos voltam, fél éve felhívott az Ambrus, próbáljuk meg. Jó, elmentem, kész. Bocsánatot kértem. Nem megy. Idegen a szöveg, nem ismerem. János mellett még két másik ember is ül, ez Tariska Szabolcs, aki az album szövegírója, egyben fontos azt is kiemelni, hogy ő egy Artisius díjas szövegíró, Tövisházi Ambrus, abszolút ugyanez a kaliber, ő is egy abszolút kitüntetett zeneszerző, ő pedig a magáért, a zenéért felelt. Egy cél volt, hogy azért az a fajta sanzonos hagyomány, amiben a Jánosnak az első két lemeze is készült még sok évvel ezelőtt. Mikor készültek azok? 12 év. És azok 12 év. Tehát, hogy akik azt szerették, azokat se idegenítsük el, hanem legyen egy ilyen dallamos, sanzonos valami. És az én leszám, felhoz minden szörnyet, sebeket szivál. Egy számot hallottam róla, és nagyon örülök, hogy már ilyen állapotban van, hogy a sok szomorú történés után újra köztünk van, és élvezhetjük az ő előadásait. Érdekel a művészete. Szerintem az ő korában, vagy az ő életkorában a legnagyobb magyar színész. Ők hárman összeülve 7 éven át folyamatosan gyártották a szövegeket, zenéket. Sokszor át kellett írniuk, mert Jánost érte egy stroke, és sokan nem is gondolták, hogy valaha visszatérhet. Mivel akkor kezdtük el 7 évvel ezelőtt, amikor még teljesen jó volt, tehát akkor még teljesen más témákat tudtunk volna hozni. Tehát akkor még lehetett volna ez a gallér felhajtós bohém, éjszakai életet élő Jánosról lemezt készíteni, aztán ez megváltozott. A gallér az most is megvan, úgy látom. Az éjszakai élet már lehet. Hát most egy ilyen éjszakai életet játszik János, igen, ezen a mai napon. Út, felleger út, stráda a fény felé, csapda a kút. Miért Jánosra esett a választás? Hát ez nem teljesen így volt, hogy így voltak a magyar színészek, és akkor egy perc kimehet, ki lesz az, akinek lemezt csinálunk. Kinek van a legtöbb díja? Hanem egyszerűen csak találkoztunk megkerestük Jánost egy filmzenei munkával kapcsolatban, és akkor összebarátkoztunk, és így lett, és nagyon kedves volt velünk egyből annyira, hogy az első dolog, amiket írtunk, azokat már a koncertjein is énekelte még régen a Stroke előtt. Kettő dolog. Fantasztikus, tényleg. Azt gondolom, hogy a Pálma Szív ez viszont egy gyönyörű példája annak, hogy a zene, mint olyan, milyen akadályokat képes áthidalni és csodákat teremteni. Fogalmuk sincs róla sajnos, hogy koncerte ez mikor megy, de hát győzködjük folyamatosan, de egyelőre még nem találtuk meg a formáját annak, hogy ezt hogy köszönöm. Lehetne. Jánoson múlik akkor? Hát ez csak is rajta, persze, ez senki máson. Csak kacsincson egyet, hogy van erre esély, hogy élőbe egyszer a színpadon? Nem vagy te semmi baj, a játék pörget és megtart hangok, színek, képe, ha visztek, nincsenek évek. We'll be right back.